Sziasztok! A Humanize csapatnak a prezentációt fogjuk bemutatni, és amit készítettünk. Igen, te is lehetsz segítő, ez a projektünk címe, és hogyan is tudjuk ezt megugrani, erre hoztunk egy jó kis megoldást. Mi is sokat beszélgettünk, civil szervezete, oppá, ez hova ugrott? Segítesz nekem? Lehet, hogy rossz prezink van. Egy másodpercet kérünk. Igen, egy prezi, egy slide hiányzik. Jó, hát rossz prezink van, nagyon rossz prezink van, de mindegy. Hozom ide miénket? Nincs rá idő. Akkor gyorsan elmondom. Alapvetőleg sokat beszélgetünk ugye civil szervezetekkel, ahol kijött az, hogy az erőforrás, mint ahogy már többen is elmondták, hogy az erőforrás az egy kritikus pont. Megnéztük, hogy milyen erőforrásokat használnak föl, és milyen mértékben. Ugye erre készítettünk egy nagyon szép Maslow piramist, ahol a civil szervezetek alapvetőleg a fő core bizniszükre, tehát a segítségre használják fel a legnagyobb erőforrásukat, és másodlagosan pedig ugye a fenntartásukra, ilyen például a pénzügy, a könyvelés, ugye ez minden szervezethez szükséges, vagy a jogi tanácsok, mert enélkül nem tudnak működni. A további, ami fejleszti őket, vagy amire a pénzt is kaphatnák, mint például a kommunikáció, vagy a PR, ezekre igazából már nem marad se energiájuk, se erőforrásuk. Úgyhogy ez ami ebből jönnek mondjuk a több pénz, erre már nem fog erőforrásuk maradni. Ez pedig azt alokálja, hogy... Segíts! Igen, nagyon hiányzik a prezünk. Elnézést, egy picit kizökkentett ez a kis technikai akadály. Na, szuper, így már kicsit könnyebb lesz. Tehát erről beszéltem az előbb, ugye alapvetőleg az alapvető szolgáltatás nyújtás az az elsődleges, a fenntartató stabilitás pedig ugye a másodlagos. Három insight, ilyen game changerünk volt, ugye az egyik az a bizonyos erőforrások szakértelme nem áll rendelkezésre a civil szervezeteknek, vagy éppen nem erre szeretnék fordítani az erőforrásukat, és ezeket a hiányz, vagy éppen olyan tevékenységről van szó, ami nem nem egy folyamatos, hanem időszakosan szeretnék ezt felhasználni. És ezeket általában úgy szokták mondjuk egy grafikus vagy hasonló erőforrásokat, hát ilyen baráti szívesség vagy barát-barát szívessége alapján, és az ugye kiismerülhet elég gyorsan ez az erőforrás, azért raktuk be az aranyhalacskát, mert hogy ugye hármat kívánhatunk, aztán utána fuss rá véle. A másik ilyen típusú a nem megfelelő szolgáltatás, vagyis a nem megfelelő céges segítség, ugye erről már volt szó korábban egy prezentációban, aminek ugye az lehet a probléma, hogy ugye nem azt kapja, amit szeretne éppen a civil szervezet, és ugye a másik, ami mondjuk problémát okozhat, ez a nem megfelelő hálózat. Nincsen olyan hálózat, ami elérhetnék egymást, és az ilyen típusú szakmai segítséget tudnák megfelelően segíteni. Ennek mentén arra szeretnénk megoldást, vagy arra jutottunk, hogy azt kell megoldanunk, hogy a civil szervezetek igényeit összekapcsoljuk az önkéntes munkára vállalkozó szaktudásával, különös tekintettel a céges szinergiákra. Azért került be a céges önkéntes vállalók, mármint hogy szakmai tudással, mert hogy itt van az a pont, ahol olyan potenciát láttunk, ahol nem kell a munkaidőn kívüli időtöltést behozni, tehát olyat tudunk adni, ami segíti a munkavállalót is, nem csak a munkavállalót. Olyan megoldást próbáltunk létrehozni, ami igazából egy stratégia, több lépésből álló összetett folyamatként, ami tudja támogatni ezt a megoldást. Három lépésből áll. Az első az az edukáció, ahol a civil szervezeteket és az önkénteseket is támogatnánk, abban, hogy, vagyis hogy támogatni kell, abban, hogy megfelelően tudják ezt a másfajta támogatást segíteni, olyan eseményeket létrehozni, ahol elmondani, hogy nem csak
kerítésfestéssel lehet támogatni egy civil szervezetet, hanem fel lehet ajánlani az erőforrásunkat, mint például van egy fejlesztőm, a fejlesztőnek a 5%-ának az idejét odadom neked, mint civil szervezet, és akkor ennek megfelelően tudjuk hasznosítani. A második lépés az egy projektcsapat létrehozása, ami pont ezt a csatornát tudná létrehozni, ugyanilyen fejlesztő, vagy éppen dizájnerek, mint ahogy most is ugye elég sok dizájner került be a csapatba, és tudja támogatni ennek a csatornának a kiépítését, ahol megfelelő sablonokkal, vagy egyéb lehetőségekkel tudjuk létrehozni ezt a weboldalt akár, nincsen konkrét terv rá, de hogy egy weboldalon keresztül akár meg tudják találni egymást a civil szervezetek és a cégek is, vagy a magánszemélyek is, ugye, mert hogy a magánszemélyekre is lövünk, nem csak a cégekre, de alapvetőleg, ugye, mint mondtuk, a céges fókusszal. A másik, az pedig a harmadik lépésünk, ugye ez a fenntarthatóság, vagyis ugye a fenntartás, ez a céldefiniálás, monitorozás, folyamatosan fenntartani az érdeklődés, ugye, és az adatbázis karbantartását, ugye, hogy nehogy véletlen olyan felhasználunk legyen fönt, aki már nem akar igazából civil szervezetnek segíteni. Létrehoztunk egy olyan oldalt is, ahol ugye már egy ilyen kezdetleges megoldásként tudunk olyan cégeket akár vagy magánszemélyeket felvenni, ahol akik ebben részt vennének, és esetleg ugyanúgy, mint most volt ez a Design Jam, lehetne egy ilyen együttműködést létrehozni, bocsánat. Nézzétek meg kérlek a QR kódot, kattintsátok le. A helyzet az, hogy ez egy pilot kis weboldal féle lett. Azon gondolkodtunk nagyjából 2 nappal ezelőtt, hogy milyen azonnali eredményterméket tudnánk ajánlani, és gondolkodtunk rajta, hogy csináljunk egy sablont, csináljunk egy kérdőívet, és akkor egyszer csak jött ez az őrült ötlet, hogy mi lenne, hogyha lenne egy weboldal, ahol megtehetnénk az első lépést, hogy már itt rögtön tudnak regisztrálni a cégek, úgyhogy reméljük elnézést, Eppi, hogyha telespemelik most az emberek itt a levelező fiókotokat, de hogy regisztráljatok, mondjátok meg, hogy miben vagytok jók, és fel fogják veletek venni a kapcsolatot, hogy a megfelelő első lépés elinduljon, és szépen kitágulhasson ez a csatorna. És ez alatt még egy picit túlélem az időt, elnézést. Ez a 2 nap fantasztikus volt, a csapat fantasztikus volt, remélem, hogy sikerült átadni megfelelően a projektünket, ami nagy mértékben épít az edukációra, mind a civil szervezeteknek, mind a cégeknek tudniuk kell, hogy hogyan tudják definiálni az igényüket, hogyan tudják definiálni azt, hogy hogyan tudnak segíteni. Erre szükség van egy csatornára, ahol meg tudják egymást találni, ami segít nekik abban, hogy a megfelelő helyre kerüljön a megfelelő segítség, ami összepárosítja őket, kiveszi a személyeket ebből az egész folyamatból, hogy ne legyen kellemetlen, hogy kérni kell, ne legyen kellemetlen, hogy el kell utasítani. Ez egy szimplán a lehető legautomatikusabb, lehető mondjuk így személytelenebb, de majd később ugye belejönnek a személyek is, folyamat lehessen. És nagyon szépen köszönjük. Remélem mindenkinek sikerült megtartani a QR kódot, ha nem, akkor gyertek oda hozzánk, mutatom, és lehet regisztrálni. Adom Bélának első körbe. Köszönjük szépen a prezentációt. Hát én erről beszéltem egy kicsit, hogy jó lenne, hogyha lenne ilyen, úgyhogy lett egy ilyen, hogy össze lehet kapcsolni a különböző feleket. Hogyha ilyen platformszerűen működik, akkor meg még jobb. Tehát kell valami logika bele azon túl, hogy van egy igény, van egy kínálat, meg egy kereslet, meg kereslet nagyobb, mint a kínálat. Tehát ezt meg kellene építeni ezt a támogatói kínálatot, hogy azt hogyan lehet növelni, mert egyébként hogyha ez megtörténne, akkor szerintem biztos, hogy ez az egész szektor teljesen más hová tudna eljutni. Úgyhogy szerintem ez jó, hogyha tök jó, hogy ezt hoztátok, és majd biztos, hogy kell egy másik ilyen része legyen ennek, hogy hogyan lehet emelni a támogatói aktivitást. Pontosan, és erre csatlakozva nekem ez volt a kérdésem múltkor is, hogy miért pont ezt fogják használni, és hogy vannak már hasonlók a piacon, és hogy milyen jó lenne, ha lenne egy, amit mindenki használ, egy Facebook, vagy TikTok, vagy nem tudom, valami, ami a platform, és nem a prózódnál ezer és egy helyre, hanem akkor megcsinálni a legjobbat, és azt
minden irányból marketingelni és kommunikálni, hogy ennek akkor van értelme, hogyha rajta vannak a felek, és ebben van szerintem a nagyon-nagyon nagy meló ezt elérni. De ha ez megvan, akkor csodálatos, ha működik. Én nem tudok többet hozzátenni, mint amit elmondtatok. Nekem most állt össze egyébként az első csapatnak a gondolatvilága, meg ez párban egy ilyen ideális setup. Tehát, hogy pont azt hoztátok, amit nekem ott felmerült kérdésként, hogy ez az oldal, hogyha megnézzük, hogy mi az input a másik oldalról. Szóval köszönöm szépen. Gratulálok hozzá. Ez szintén egy olyan megoldás, amivel komoly fricskát tudunk visszamutatni az erőforrás problémának és hiánynak, hiszen nem feltétlenül pénzre van szükség egy civil szervezetnek, hanem a tudásként belerakott munkaóra az ugyanolyan érték. A pénz is sokszor azért kell, hogy ezt meg tudják venni, ezt a tudást kívülről. Én esetleg nézek Gyurira, hogy nincs-e kedve egyébként megszervezni, hogy ezt a fejlesztést, a platform fejlesztését egy következő kétnapos, vagy nem tudom, tíznapos gem keretében, vagy esetleg fejlesztőket várunk, ez egy nyílt felhívás, mert hogy ennek igazából azt gondolom, hogy az a következő lépés, hogy csináljunk egy ilyet. Pilotoljunk, javítgassuk, de hogy menjen, induljon el, működjön, mert hogy egy felület bármi megérkeztetné az igényeket, és én egyébként biztos vagyok benne, hogy vállalati oldalról egy nagyon sok. Lehet, hogy azt még építeni kell a kínálatot, és ezt én fel is írtam magamnak, de biztos, hogy sokkal több olyan szabad kapacitás lenne, viszont ami ki van használva, csak egyszerűen nincs meg a felület, ahol jól definiált igények tudnának találkozni a megfelelő szaktudással. És ez tényleg egy pici lépésre vagyunk egy óriási megoldástól, úgyhogy hajrá, szuper!